Múlt heti műsorunkban már méltattuk az Emergenza versenyben sikeresen szereplő újvárosi zenekart, a Karantén együttest. A szimpatikus fiatalokkal a Kastélykert színpadán beszélgettünk. Mitől van az, hogy ez a zene, ez nem megy ki a divatból? Hát lehet, hogy egyszerűen azért, mert jó. Tehát sok időszak volt szerintem, amikor ezt a zenét eléggé próbálták háttérbe szorítani, és volt, hogy kevésbé volt divatos, volt, hogy egészen mikor, milyen formában, de azért ott van a médiában, meg ilyenek, de látszik, hogy mai napig megvan a tábora is, és az is, aki játsza, az is, aki hallgatja, és ez nagyon jó. Hozzátennék annyit, hogy igazából ez a stílus, ez meg tud újulni. Ez képes időről időre megújulni, és akár egyszer felfutott stílusok újra visszajönni magán a könnyű zenén belül, a rock zenén belül. Illetve hát élő zenére én azt gondolom, hogy sokkal jobb szórakozni, mint bármilyen gépzenére, de ez csak a szolid véleményem. Ez én is tennék egy dolgot. Ugye ez a zene, ez mindig is, ez a fajta zene egy lázadást fejezett ki, ami szerintem mindenkiben benne van egy picit. Fiatalokban is, idősekben is, valamilyen szinten mindig egy túlépést a mai dolgokon jelent az a zene sok embernek. Na most azt, hogy valaki egy kolosszál lázra, az rendben van, ugye ezt megszoktuk, megtanultuk, és már szinte közhelyben ez megy, hogy a 68-as fiatalság, azok a bizonyos lázadók, igen, meg ott volt a Vágysziget, meg Woodstock, stb. Hendrixékkel. Azok élnének, azok az emberek, ha nem szaltak volna meg a narkóba, azok még nálam is 15 éve idősebbek lennének. Hát az már lejárt az a korszak, de a zenéjük nem. Igen, a zenéjük az ugyanúgy megmaradt. Megmaradt ez a lázadás is szerintem legalábbis, talán nem úgy, nem olyan erősen, nem mutatják annyira ki az emberek. De belül ugyanúgy mindenkiben megvan az a dolog, ami anno a 60-as években megvolt az emberekben. Uh-huh. Így van. Amikor a zenédet hallgatom, amikor látlak ott téged a színpadon, és a hangszeredet kiválóan kezeli az avató szakembere vagy a műfajodnak, ez oké, rendben van, akkor érzed majd a látadást. Most itt ülünk két-három teljesen szimpatikus szívű fiatalember, akik akár hegedűgójáról is jöhetek volna, pedig hát igazából nem ez az műfajotok. Kicsit, mintha egy olyan ellentétet látnék, én mindig azt hittem, hogy messzire, hogy azok, akik ilyen típusú zenét játszanak, azok a hót, kemény fiúk, és hát mit tudom én, ellentétes, csak látszólagos vagy valódi? Ilyen is van, hogy vannak, akik játszák is, de viszont kemény fiúk is, de van egy olyan zenész réteg is, aki nem, kívülről nem kemény, csak mikor a színpadra fölmegy, az egy másik dimenzió végül is nekünk szinte. Tehát teljesen át lényegül az ember a színpadon, egészen más érzései lesznek, más gondolatok járnak a fejében, tehát átadja magát a zenélés örömének, vagy a adás örömének, ugye, hogy zenét ad, vagy ad egy művészetet, próbálunk idézőjelbe valakiknek adni. Hát egyfajta művészet mindenféleképpen azt mondja, hogy elismerik, vagy nem ismerik, szerintem tök mindegy, igazából az a lényeg, hogy a közösségnek teszik, vagy nem teszik. Mit ad neked egy fellépés? Mit ad neked egy koncert? Arra a koncertre készülni kell, gyakorolni kell. Egy csupa strapa az egész, meg oda kell figyelni a társakra, mert igazából úgy néz ki, mintha szabadságod lenne, hogy ott nem igazán vannak túl a szabadságod, mert azt kell csinálni nagyjából, ami a próbákon. Mit ad neked a koncert, hogy mégis csinálod? Szerintem a zenészeknek is, ebben szerintem egyértelműen a többiek is, hogy ugyanazt adja egy koncert, amit a közönségnek a zene. Tehát mi is fölmegyünk a színpadra, előző nap még lehet, hogy ilyen-olyan gondunk volt, vagy bármi történt, fölmegyünk a színpadra, ezeket a dolgokat abszolút kitöröljük arra a
másfél óra hosszára, amíg játszunk. Tehát egy olyan felszabadulást ad, meg egy olyan töltetet ad, ami a utána való időszakra egy ilyen csomó pozitív érzéssel tölt fel bennünket. A mikrofon kezelő emberként sokszor adottam már szemben olyan nagyon nehezen feldolgozható konfliktus helyzetekkel, hogy fájt a fejem, esetleg a lábam, vagy a hasam, minden bajom volt, és nekem mégis oda kellett mennem egy emberhez, aki megtisztelt a bizalmával, és ő az elvárta tőlem, hogy csúcsformában legyek. Neked, mint frontembernek, ez nem lehet egy egyszerű megoldás. Hogy tudsz állandóan csúcsformában lenni? Hogy tudsz? Mert ugye egy dob mögött talán nem is, hogy igaza volt, azért csak meg lehet bújni, de egy mikrofon mögött, egy közönség mögött, aki várja a refréneket tőled. Hogy lehet ezt a folyamatot úgy megcsinálni, hogy minden egyes koncert olyan izzó hangulatú legyen, amiért a közönség megérdemel? Pontosan benne volt a kérdésben a válasz, és a közönség nagyon fontos nekem. Tehát, hogyha nincs olyan közönség, akik látom, hogy élvezik ezt a zenét, akik jól érzik magukat, igazából nekem sem egy annyira. De ezzel mindenki így van, szerintem minden előadó így van, hogyha nem látja a lelkesedést, nem látja az örömet, akkor egy kicsit úgy belesül a dologba. De én úgy gondolom, hogy mindenkinek egyéni dolog ez. Én megpróbálom mindig a maximumot nyújtani, mert szeretném azt, hogy mindenki úgy érezze magát lent a színpad előtt, vagy akárhol, mint én fent. Tehát én nagyon jól szoktam érezni magamat, és emiatt is jönnek spontán a